Leveleken már kiosztották a szociális tűzifát, ez a megmaradt mennyiség a januári krízis helyzetre lesz majd elég. A település a program indulásától kezdve minden évben pályázik a támogatásra, eddig több mint 300 köbméter fát vásárolhattak, idén viszont csak 209 köbmétert a Nyírerdő ZRT Baktaló rendházi erdészetéből. Az önkormányzat a belügyminisztériumtól 3,6 millió forintos szociális támogatást is kapott. Ebben az évben a képviselőtestület úgy döntött, hogy mivel nagyon alacsony a kioszható tűzifa mennyisége, ezért azoknak, akik lakásfenntartásival rendelkeznek, pénzbeli támogatást adott, azoknak pedig, akik nem rendelkeznek lakásfenntartásival, viszont 80 évesek elmúltak, illetve az önkormányzatnak közfoglalkoztatásban vannak, ők kapnak a szociális tűzifából. Ezzel az eszközzel mérték ki a leveleki családoknak az 1-1 köbméternyi tüzelőanyagot. Ez a mennyiség egy helyiséget körülbelül 2 hétig tud melegen tartani. Összesen 210 család kapott tűzifát a településen, de az anyagi támogatással együtt 400 családnak tudott segíteni az önkormányzat idén decemberben. A 20 000 forintos családonkénti hozzájárulásból helyben tudtak fát vásárolni a községben élők. Saját erdejéből több mint 100 köbméter tűzifát vágtunk ki, és az a 100 köbméter tűzifa adta a lehetőséget arra, hogy akik pénzbeli támogatást kaptak, azok fát tudjanak vásárolni. Az önkormányzat ezt meg is tette, méghozzá úgy, hogy 20 000 forint alatt tartotta az 1 köbméter tűzifának az árát, egészen pontosan bruttó 19.050 forintért adtunk 1 köbméter tűzifát, hogy abból a támogatásból, amit téli közfoglalkoztatás alatt kapnak a lakásfenntartásival rendelkezők, meg tudják venni legalább az 1 köbméter tűzifát. Országos szinten 2289 település kapott tüzelőanyag vásárlásra támogatást ebben az évben. Erre összesen 3 milliárd forintos forrást biztosított a belügyminisztérium. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 180 település a Nyírerdő ZRT-től vásárolt tüzelőanyagot, 25.800 köbmétert, több mint 477 millió forint értékben, ez meghaladja az országos keret 1/6-át. A pályázat kiírása szerint a településeknek legkésőbb február 15-ig kell megkapniuk ezt a mennyiséget, december közepéig már 11.500 köbmétert kiszállítottak.